Magyarország az a hely, ahol érdemes élni és érdemes dolgozni, mert hazánk az egyik legjobb hely Európában, jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint szakmát is érdemes tanulni, mert amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni, és ha jó vagy valamiben, akkor az árát is megkérheted. Brenner Kolomannal beszélgetünk. Amikor azt mondja a miniszterelnök, hogy ez egy jó hely, akkor azzal nem vitatkozunk. Jó estét kívánok, mert ez egy jó hely. Szép estét kívánok, kiváló hely. Extra Hungariam non est vita, ahogy ez egy korábbi, hát furcsa korszakában történelmünkben is elhangzott, hogy Magyarországon kívül nincs élet. Sajnos több százezer magyar polgár ezt másképp gondolta az elmúlt 12 évben, ezért is tartom ezt a miniszterelnöki kijelentést meglehetősen cinikusnak egyébként. Nem az lehet, hogy vissza akarja inkább csábítani azokat, akik elmentek? A saját családjára is érvényes ez, mert ugye onnan is voltak néhányan, akik máshol kerestek rövidebb, hosszabb ideig boldogulást, de hát valóban több százezren. Tehát nem lehet, hogy ez az üzenet épp nekik szól? Gyertek haza, van itt lehetőség? Szerintem nem ez az üzenet, hanem az lenne az üzenet, ha megfelelő bérezésük lenne ezeknek az embereknek. Egyébként a szakképzés helyzetéhez, ha visszatérünk, hiszen itt elsősorban ugye erről a részéről az oktatásnak beszélt Orbán Viktor miniszterelnök úr, akkor azt azért látnunk kell, hogy ezt kiragadták a közoktatás rendszeréből, odaadták a Palkovics féle minisztériumnak, aki gyakorlatilag egyfajta olyan ipar kettőként néhány jó tendenciát is bevezettek, kétségtelentén például, hogy a német mintájú duális képzés, az alapvetően egy kiváló ötlet volna, hogyha azt valósították volna meg, amit mondjuk Németországban egy duális képzésen értünk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az a fajta általános politikája a Fidesznek, miszerint ne tanulj fiam, ne menj egyetemre, ne szerezd meg azt a tudást, amit a 21. században a tudás és az információ évszázadában a magyar polgároknak meg kellene tanulniuk ahhoz, hogy aztán jólétben és egyéni gyarapodásban élhessenek. Ez szerintem egy cinikus politika. De hát ez ma is megismételt Orbán Viktor. Tehát most is elhangzott az a mondat, hogy tanulj szakmát inkább. Igen, erről beszélek. Tehát hogy ez mint egy kormányprogram jelenik már meg. Ez 12 éve, ugye, ahogy el is hangzott, hogy az iparkamarával, Paragurral közösen, ők mindent megtettek azért, hogy lebeszéljék a magyar fiatalokat arról, hogy mondjuk gimnáziumba menjenek, és inkább tanuljanak szakmát. Félreértés ne essék, az egy kiváló dolog, hogyha a rengeteg nyugatra távozott szakmunkás helyett, jól képzett, esetenként nyelveket beszélő szakmunkás helyett, most lesz utánpótlás, tehát nem ez ellen beszélek, de maga a politika, az, hogy azt mondja az embereknek, hogy nem jó, hogyha egyetemre mész, az szerintem teljesen félreismerése a 21. századi hát oktatásnak és oktatásnak. Nem beszélem arról, hogy az egyetem mellett, vagy az egyetem után is lehet szakmát tanulni, tehát az egyetemi tudás az csak bővíti a lehetőségeket, és nem szűkíti a tekintetet. Így van, ráadásul ugye Magyarországon sajnálatos módon a bolognai folyamatban kimaradt az alapszak, a BABSC alatti átmeneti szakasz, ami például Nyugat-Európában egy nagyon fontos szakasz, tehát az érettségi és az egyetem között ott van egy felsőoktatási szakképzésnek hívtuk itt Magyarországon is egy időben ezeket a képzéseket, amelyek pontosan ebbe az irányba mutatnának, hogy gyakorlatilag egy BA vagy BSC diploma után is lehet nagyon jó szakmákat tanulni, és az kiegészíti egymást, pontosan erről beszélünk, és ugyanakkor viszont azt azért el kell mondanunk, hogy mondjuk egy modern világban nagyon fontos volna az, hogy tényleg minél több nyelveket tanuljanak, szakképzést lebutította a Fidesz tudás ellenes politikája, nincs benn érdemi nyelvi képzés, nincs benn általános műveltségi képzés már, tehát ez viszont rossz a mi véleményünk szerint. Volt itt még egy-két érdekes mondás. Például azt mondta Orbán Viktor, hogy nem fogtok ennél jobb ajánlatot kapni egyetlen más országból sem, meg azt is mondta, hogy ha valaki jól dolgozik, akkor joggal kéri meg annak az árát. Ezek most olyan nagyon nem látszanak a magyarországi munkaerőpiacon. Tehát valóban növekszik a munkabér, meg az infláció, valóban valamelyes szűkült az orló Nyugat-Európához képest az átlagbérek tekintetében, de még most is égésföld. Égésföld, egyharmada mondjuk a magyar átlagbér a német átlagbérhez képest, 32 évvel. Tehát ha valaki jól dolgozik és tudja a nyelvet, akkor ezt a bért meg fogja kapni Németországban. Pontosan így van. Baranya megyei német nemzetiségű falvakban például, ugye, ahogy szerkesztő és a kedves nézők is tudják, én a német nemzetiséghez tartozom, ott már 16 éves fiatalokat toboroznak német cégek.
hogy már nem Magyarországon végezzék el az iskoláikat, hanem Németországban. A családból esetenként van nyelvtudásuk, vagy a német nemzetiségi oktatásból, tessék parancsolni. Tehát ez nem a jövő, ez nem az a jövő, amit mi mondjuk a Jobbik részéről, az ellenzék jobb-közép nemzeti pártja részéről, akik mi kiemelt nemzetstratégiai ágazatnak gondolnánk az oktatást, elképzelnénk a magyar fiataloknak. Mi lesz a Jobbikkal, ha már szóba hoztam? Most már tudjuk, hogy Jakab Péternek van kihívója, Stummer János van, aki azt gondolja, olvashatott ön is ilyen elemzést, hogy ez a Jobbik szakadásához fog vezetni, hogyha most elkezdődik a Jobbikon belül ez a fajta verseny, ezt hogy látja? Én gyakorlatilag a kongresszusra tartozó tisztújítási folyamat nem szeretném kommentálni, már csak azért is, mert én a Jobbik felügyelőbizottságának az elnökeként kimondottan azért vagyok felelős a párton belül, hogy objektív módon felügyeljem az összes grémium működését. De akkor megpróbálom másképp megközelíteni. El tudja képzelni, hogy újabb és újabb jelöltek jöjjenek? Van ez irányban mozgás most a Jobbikon belül? Vagy ez a két jelölt, ez nagyjából a Jobbikon belül meglévő világot lefedi? Én ezt sem tudom kommentálni, hogy ez a két jelölt kit fed le. Egy valamit tudok, Jakab Péter vezérletével a Jobbik 2019-ben. Ahogy az az elemzésekben nagyon helytelen mindig a 2018-as állapothoz mérik a Jobbik mostani eredményét. Én hát az országgyűlési választás volt, tehát talán azért. Igen, csak éppen közben történt egymás a Jobbik életében, például Vona Gábor eltávozott a Naplementébe, volt egy pártszakadás, a Torockai Féle szárny kiválása, valami most egy fideszes szatellitpártként működik a Magyar Országgyűlésben, tehát azt gondolom, hogy ezért helytelen ezeket összehasonlítani. Jakab Péter 2019 nyarán lett a Jobbik frakcióvezetője, amikor is 6%-ot ért el Schneider Tamás vezetésével a Jobbik az európai parlamenti választáson, és ez 21 közepére 15%-ra nőtt meg, pontosan Jakab Péter vezényletével és a néppárti stratégia megkoronázása segítségével. De látja, mégiscsak mond valamit. Ez is egyfajta vélemény. Most erre Stummer János nyugodtan mondhatja, hogy jön ki át Jakab Péter mellett. Én az elvi nyilatkozatot Jakab Péter elnök ura közösen mutattam be, én az elvi nyilatkozatunk mellett állok ki. Én szerintem ez a Jobbik jövője, teljesen egyértelműen, hogy nekünk meg kell mutatni, amit nem tudtunk az ellenzéki együttműködésben, mert mi fegyelmezettek voltunk. A kedves nézők ebben a stúdióban is tőlem sokszor hallották azt, talán a miniszterelnök jelölti kampányidőszakban, vagy akár utána is, hogy mi nem mondjuk el a mi jobb középálláspontunkat azért, hogy ne keltsünk feszültséget az ellenzéki együttműködés dominánsan baloldali, liberális és zöld pártjaival szemben. Ez hiba volt, mert így azok a jobboldali szavazók, akik a Jobbikot támogatták, elbizonytalanodtak, nekünk most megvan a lehetőségünk, hogy ezeket teljes mértékben meggyőzzük arról, hogy továbbiakban is a Jobbikot támogassák. Nem gondoltam, hogy öntől kapok ma este egy romantikus képet Vona Gáborral kapcsolatban, ahogy ő elmegy a Naplementében. Ellovagolt a Naplementében. Vagy gyalog, azt nem mondta az előbb, de ezek szerint ellovagolt. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, hogy itt lettem, szerkesztő úr.